Tisztelt siófokiak, kedves szurkolóink, sportbarátok! Örömmel gondolok vissza arra a pár percre, amikor itt álltam köztetek, veletek 2019. májusában. Köszönetet mondva a fergeteges szurkolásotokért, egész éves támogatásotokért. Most is valami ilyesmire készülök, csak másképp. Akkor, teltház mellett, a ti segítségetekkel megnyertük a meccset. Elnyertük és átvehettük az LHF kupát, amiért egész évben dolgoztunk. Majd egy héttel később nyakunkba akasztották a bajnoki bronzérmet. Azért is sokat dolgoztunk. Csodálatos pillanatokat éltünk át együtt, és arról álmodoztunk, hogy hamarosan eljöhet az az idő, amikor a legmagasabb szintre léphetünk, és még fényesebben csillog érmeket szerezhetünk. Sok mindenre gondoltunk, de arra nem, hogy alig egy évvel később egy vírus miatt a pályán kívül kell csatákat vívnunk. A világjárvány sokat, sokak álmát összetörte, a miénket is. Nehéz helyzetbe került szeretett sportágunk, a kézilabda is. Ennek kapcsán a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége hozott egy döntést. Ők maguk mondják, nem lehetett jó döntést hozni, jobbat viszont lehetne. Ez a döntés olyan, mint a bírói tévedés, lehet méltatlankodni, de a döntés jogszerűségét vitatni nem lehet. De egy dolog áldozatot hozni, másik dolog elszenvedni egy méltánytalan veszteséget. Magyarország összes klubjának és játékosainak több havi verejtékes munkáját nullázták le azzal, hogy a 2019-20-as idény eredményeit egyáltalán nem vették figyelembe annak lezárásakor. Mi áldozatos munkával tettük a siófokkáncét hazánk, sőt Európa egyik legerősebb klubjává. Azért sikerült, mert nem profithajház vállalkozást működtetünk, hanem közösséget építünk. Bízunk ebben a közösségben, ebből merítünk erőt. Egy rossz bírói döntésre rámehet egy mérkőzés. Láttunk már ilyet. De nem muszáj rámennie az idénynek. Csak jobbnak kell lennünk az ellenfeleinknél. Tapasztalatból tudjuk, és többszörösen bebizonyítottuk, hogy nem a bírókon, hanem mindenkor rajtunk múlik a végső győzelem. Egy téves elnökségi döntésre rámehet a jelenlegi idény, de nem muszáj rámennie a siofokkácsi jövőjének. Ahogy újra lehetőség nyílik rá, ismét küzdeni fogunk céljainkért. Nem a különböző elnökségeken, hanem rajtunk műlik a siofokkácsi közösségének jövője. Ezt senki nem veheti el tőlünk. Megvertük a györt. Európa legjobb csapatát, fantasztikus élmény volt. Ezt senki nem veheti el tőlünk. Megvertük a Ferencvárost, felemelő érzés volt. Ezt senki nem veheti el tőlünk. És ha egyszer már sikerült, akkor megint sikerülni fog. Kedves barátaim, az igazi mérkőzéseket nem tárgyalóasztaloknál, hanem a pályán vívják. Mi eddig is a pályán nyújtott teljesítményünkkel akartunk büszkeséget szerezni Siófoknak. Egyúttal a magyar sportnak. Ezután sem lesz másképp. Én nem adom fel. Mi nem adjuk fel. Ami nem öl meg, szokták mondani, az megerősít. A Siófok kézilabda él, mert élni akar. Együtt erő vagyunk. Jó egészséget kívánok mindenkinek. Hajrá, Siófok!